Akkor ott is van, te jó ég, ott van a boss. Ó, de csúnya szellemek, nagyon-nagyon csúnya szellemek. Nem is, nem is szabad ezeket megnézni, rosszat fogunk álmodni. Ez a kárhozottak vagy ez elég, elég para egyébként, ez a gnóm katona. I, ez a potrohos íz. Meghalunk, na oké, okay, oké, okay, megérkeztünk a játékba. Szép napot mindenkinek, túléltük nagy nehezen az elbűvölt ingoványt, felhúztuk a petünket, így hát mehetünk tovább a kárhozottak völgyébe, a híres hírhet kárhozottak völgyébe. Több embertől is hallottam, hogy milyen nehéz ez a szint, úgyhogy megnézzük ma, hogy milyen is ez a pálya. Azonban előtte elmondom még, hogy hogy is állunk itt a cuccok fejlesztésével, hiszen történt jócskán változás. Ugye a fáni runokat is kiártuk, kihúztuk a, 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 varázsvértünket, a jégvarás 9-esre, meg kihúztuk a, pallosunkat is, amit közben már elraktam a leltárba, és tovább tudtuk húzni a cuccainkat, ugye oázisból áthúztuk a sisakunkat kárhozott sisakba, a pajzsot is kárhozott sisakba, a pallost is áthúztuk, ugye az ozi, Pallost. Természetesen ahhoz ki kellett húzni az Ozi cuccokat is, 9 előbb, hogy ezeket meg tudjuk tenni. És annyira belejöttem a húzgálásba, hogy a, amikor áthúztam a páncélomat, akkor maradék fejlesztőből úgy gondoltam, hogy tovább húzom. Öreg hiba volt, nem tudtam, hogy hanyasak a kabát, és 318-as szintű lett így a páncélom, úgyhogy hát. megszivattam magam rendesen, ugye három szintet, hát kénytelenek vagyunk ebben a csöves bánat jégvarás kilences szedben letolni. Na de ennyit tömören, röviden, lényegre, törően a cuccaimról, meg azoknak a fejlesztéséről. Ami minket viszont érdekel, az a kárhozottak völgye, ami nagyon-nagyon sok izgalmat tartogat számunkra, mégpedig ehhez a szinthez élőholtak elleni erőre van szükségünk, valamint a szörnyek felére mágia ellenállás véd. 315-ös szinttől tudunk bemenni, láthatjuk, hogy szépen beütöttük a 315-ös szintet, és a belépéshez pedig szükségünk van innen a mágikus pontváltótól 1250 pont értek kárhozottak völgye belépőre, úgyhogy ezt meg is kérjük, szépen magunknak meg is kaptuk. Annyit lehet még tudnia, Pályáról, hogy három darab boss is található. Ezen a pályán, itt a kis bevágott térképen látjátok, hogy mit, merre találtok, metinköveket, merre lehet találni, bosszokat, merre lehet találni, valamint hogy fejlődni is, hol érdemes. Természetesen, mint minden pályára, itt a teleportos bácsinál tudunk bemenni, és kiválasztjuk a kározottak völgyét 315-ös szinttől, és itt is e, megkapjuk az információt, hogy élőholtak elleni erő hatásos, nyílt pálya, bosszok és metinkövek. De ugye a Meting 2 Wiki oldalról tudjuk, hogy a szörnyek felére mágia ellenállás is hat. Na most, hogyha beérkezünk ide a pályára, akkor igazából mint mondtam, hogy a térképen látható, hogy hol is vannak a bosszok, oda érdemes elsősorban elmenni, meg még talán van egy fontos állomásunk itt ezen a pályán, ugye ahhoz, hogy tudjuk tovább húzni az ozi, eh, bocsánat, nem ozi cuccainkat, hanem most már KH cuccainkat, ahhoz ö, ölnünk kell nekünk lidérceket, a lidércek dobnak nekünk kulcsot, az itteni metinkövek meggyilkoltak metinje, valamint a kárhozottak metinje pedig dob nekünk kárhozottak ládát, ami így néz ki, ilyen zöld színű, valamint minden ö, szörny, természetesen alternatív dropként dob szelencét, de ezen kívül még dobnak nekünk különböző kis, ö, hát mondjuk úgy, hogy fejlesztőket, amiből tudunk készíteni nekünk magunknak ö, túlvilági kezet, és ez a túlvilági kéz arra ö, szolgáltatik, hogy százszázalékos eséllyel tudjuk kinyitni ezeket a kározottak ládákat, ugyanis nem, hogyha csak simán kinyitod a kulcsal, lehet, hogy nem kapsz belőle semmit, viszont hogyha túlvilági kezet használsz a nyitáshoz, akkor bizony százszázalékos eséllyel tudsz magadnak nyitogatni ö, dologokat. Szellempap bácsi, jó napot kívánok, pap nagyon néhogy nézünk ki, nagyon érdekes kinézetű emberkéről van szó, olyan merev a tekintete. Jó napot kívánok, rákattintunk, és akkor itt meg is kapjuk a túlvilági kézi információt. 100 os eséllyel nyithatsz fejlesztési tárgyakat a ládából. Igen, ezt már elmondtuk. És ahhoz, hogy ilyet tudjunk csinálni, szükségünk van nekünk 5 darab tízes szellemkőre. Hát ugye azokat le kell gyártani. Az már megint egy elég nagy kihívás, hogy azokat legyártsd. Valamint ezen kívül vélfalkas szörre, szellemre, rabláncra és csontfogra van szükségünk. Írja is, hogy fontos, a négy különböző túlvilági tárgy csak a pályán levő szörnyekből eshet, plusz metinkő farm, metin szörnyekből is. Tehát, hogyha elmész a farm, metinkő farm pályára, akkor ott is tudsz szerezni magadnak ilyen cuccot. Na de nézzük meg ezeket a fontos uh, helyszíneket itt a pályán, ugye ez az első szem, uh, helyszín, de még visszatérünk, miután összeszedtük a kellő mennyiségű dolgot. Valamint, rögtön itt a közelünkben van egy helyszín, ahol nagy eséllyel van egy boszocska, mégpedig elviszlek titeket oda, ami itt van. Nagyjából erre fele lehet majd megtalálni a boszt, most jelenleg nincs itt, de megnézzük a következő helyszínt, mert lehet, hogy ott van a bosszocska, úgyhogy menjünk is oda. Tehát itt ilyen mindenféle varázsló bácsi néni van, ide nem sokára vissza fogunk térni, hogy kifarmoljuk magunknak a fejlesztőket a, a túlvilági kézhez. de hogyha bejövünk ide, és eljövünk ide, akkor ott is van, te jó ég, ott van a bossz, azt a mindenit. Jó napot kívánok, bosszúr! hát itt van a boss, meghagyjuk másnak, hogy üssék le, menjünk tovább, itt lehetett egy boss találni, nagyon nagy szerencsénk volt, hogy itt van, pont most spawnolt le, megyünk tovább, közben nézem itt a GPS-t, átjövünk erre, és szerintem még a végén olyan szerencsénk lesz, hogy megint ott lesz egy boss, figyeld meg, ott, ja, nem, most nem látjuk a boss, nincs itt boss, azt hittem már, hogy ott a boss, de hogyha lejövünk, erre kell jönni? Jó napot! Jó napot! A GPS azt mutatja, hogy itt lesz, itt lesz előleg a boss. Ha minden igaz, akkor itt is találunk egy boss magunknak, ha éppenséggel úgy akarja a sors. De ezt a térképet mentsétek ki magatoknak a, a videóból, és akkor el tudtok tájékozódni. Ezen kívül természetesen tele vagyunk metinkővel, meg mindennel is. Na de kezdjük bele itt az abálásba ugyanis most csinálunk egy fejlődős tesztet is, megnézzük, hogy mennyire tudunk itt jól fejlődni, hogyha benyomunk egy jó kis 200-as bőcsköst. Hát amire nekünk szükségünk van, az, azok ezek a kis szépséges dolgok, amiből már én összegyűjtöttem egy-kettőt, csak így teszd gyanán. Tehát kell nekünk szellem, rablánc, csontfog, valamint vérfarkas szőr is, úgyhogy talán nem is itt érdemes kezdeni ezt az egészet, hanem valahol máshol, ugyanis itt vannak vérfarkasok, de nem olyan sok. Menjünk tovább és keressünk jobb helyet itt a formulásra. Na hát első stádiumként álljunk itt meg, azt próbáljunk be itt a pályának ezen a részén egy kis fejlődéssel, valamint csontfoggyűjtéssel. Úgy látszik, hogy itt csontfogakat tudunk magunknak gyűjteni. Igazából nem tűnik olyan veszélyesnek itt a helyzet. Talán egy picit hangterén. Hangmérnök kollégák segítségét kérem. Itt le kellett venni a nagy hangokat. De úgy látom, hogy igencsak jól bírjuk. Azért varázs 9-esbe vagyok. Nem tűnik olyan vészesnek. Ugye ez elbűvölt ingoványba meggyűlt a bajom, sokszor a mobokkal ha sokat hívtam magamra. Valószínűleg itt is ez van, mert látom, hogy azért néha nagyon-nagyon lemegy az életecském. Ami nagyon pozitívum számomra, hogy úgy látom, hogy ezek a csontfogak úgy jönnek, mintha hogyha... nem tudom, mi lenne. Nagyon-nagyon szépen jönnek. Úgyhogy egy dolog konfirm, de itt tudjátok ezeket a csontfogakat kiütni, és mindjárt ki is őket. Összeszedtük közben a 10 csontfogat, is, megnézzük, megkóstoljuk ezt a kárhozottak metényét. Nagyon sok ember tényleg hallottam most egyelőre, még nem értem a panaszokát, hogy miért olyan rossz ez a kárhozottak völgye. A rabláncot szedjük, úgy látszik a kárhozottak metényéből majd elmegyünk arra a helyre is, ahol még szintén jönnek ilyen rabláncok, egyelőre ezt a kározottak metényét nagyon-nagyon simán visszük. Természetesen hozzátartozik az egész sztorihoz, és nézzük, hogy jött -e nekünk Ladesco, Ladesco nem jött. Hozzá tartozik a sztorihoz, hogy van nekem egy Persia pallosom, valamint van nekünk egy inferno jelmezünk, ami 42% TP vesztes, úgyhogy ezt azért fontos megjegyezni, hogy teljes legyen a kép. beértünk ide, szerintem ez a rablánc gyűjtőhely, valamint az egyik fejlődős hely is egyben, ahol ezek a szörnyek vannak. Itt javallott fejlődni a nagyok szerint, valamint akkor gyűjtjük tovább a rabláncunkat. Már van 8 darab, és nagyon nagy örömmel tudom magam mögött azt a kározottak metényet, de nem volt, nem volt egy olyan vészes dolog az kiütni. Be is döglöttünk, mint annak a rendje. Hirtelen fel se tudtam fogni, hogy mi történik. Ez már ismerős, ismerős ez a szituáció. Kezdem otthon érezni magam. Mindjárt még egy darab rabláncra van szükségünk, és mehetünk tovább gyűjteni a vérfalkas szört. Feltételezem valami vérfalkas szerű dolgokból Jön a vérfarkas szörny, ott a szellemeknél voltunk, és azt hittem, hogy lesz egyébként máshol is vérfarkas, de úgy látszik, hogy nem, hanem ott a szellemek mellett van. Nagyon-nagyon jó tempóban jön ez a rablánc, meg minden. Valószínűleg jó pénzt is lehet belőlük keresni, hogyha megpróbáljátok a piacon eladni. És XP terén pedig 17%-on vagyunk, ugye amikor ide bejöttem, akkor voltam nagyjából 10%-on. Úgyhogy mondjuk azt, hogy jól jön, nem vészes egyáltalán. Most ebből nem tudok levonni nagyobb következtetést, de maradjunk annyiban, hogy nem rossz. Kezdem azt érezni, hogy rájöttem, hogy melyik az a túlvilági készfejlesztő, amelyik a legdrágább, és az a gyanúm, hogy ez a vérfarkas szőr az. Ha megnézzük a Wikipédia oldalt, akkor vérszomjas farkas dobja, hát ez egy farkas denevér, tehát hogy nem ez dobja, gnóm katona dobja, meg fertőzött gnóm katona dobja. Hát akkor nem itt van a helyünk, talán ezért nem dobják. Egyébként, hogyha közelebbről meg akarjuk nézni ezeket az állatkákat, amik itt vannak, ezek ilyen tényleg valami érdekes kis denevér fajzatok, ezek a szellemek, ezek, Ó, de csúnya szellemek, nagyon-nagyon csúnya szellemek meg mik vannak még itt, ez a, ez a kárhozottak, vagy ez elég, elég para egyébként, ez a gnom katona, Így ez nagy potrohos íze, eddig azt hittem, hogy ez valami ura dolog, de hogy ennyire fura, azt nem gondoltam volna, így nem is, nem is, nem is szabad ezeket megnézni, rosszat fogunk álmodni, ú, de csúnyaságok vannak, itt gyorsan dobjátok azokat a vérfarkas izéket, szőröket, mert már itt se vagyok, nagy, nagy. Meghalunk. Na, oké, okay, oké, okay. megérkeztünk a játékba. Azt érzem, hogy megérkeztünk a játékba. Döglődünk. Igyekszem ezeket a csúnyaságokat itt lepusztítani. Gyerünk, dobjátok, babáim. Dobjátok a vérfarkas szört. Írjátok meg egyébként kommentbe, hogyha ti tudjátok, hogy hol lehet jobban vérfarkas szört szerezni, mert hogy itt nem, az szinte biztos. Úgy látom, hogy kiértem egy tisztásra, ahol tele vagyunk gnom katonával, úgyhogy nem kell itt már kommenteket írni, hát tele vagyunk itt gnom katonával, meg vérszomjas farkasokkal is, ez is jól fog jönni ám szerintem. Most már a Kruster Baba rossz helyen kereste a dolgokat, és már 25%-on vagyunk, úgyhogy határozottan, határozottan nagyon jól állunk a fejlődéssel is. Úgyhogy aki keres, az talál, gyakorlatilag itt van egy ilyen mező, ahol csak gnom katonák vannak, úgyhogy jön ez a vérfarkas szőr is, eddig rossz helyen kerestük, köszönöm szépen azoknak, akik már majdnem elkezdték írni, hogy te hüle. hát tudod hol vannak a vérfarkas szőrök, itt megtaláltuk, de mindjárt meghalunk megint, ajjajjajjajjajj ajj, ajj, ajj. Egy darab vérfarkas szőrre van még szükségünk, gyerünk, adjátok, adjátok, bitte, meg is van a vérfarkas szőrünk, úgyhogy menjünk, és nézzük meg, hogy hogy működik ez a kézbeváltás még egyszer, amit szükségünk van túlvilági kézre, ahhoz, hogy 100%-os eséllyel nyissuk ki a ládeszkókat. Úgyhogy nézzük meg, hogy működik ez a beváltás. Visszajövünk ide, Mössziő Szellem paphoz jó napot kívánok! túlvilági kész, rámegyünk erre, és írja, hogy ehhez szükségünk van 10-10 darab, meg 5 darab, 10-es azonos kövekre van, kövekről van szó. Rányomunk, és hányat tudunk készíteni egyszerre, többet is, akár nekem csak egyre van anyagom, a videó kedvéért bemutattuk, hogy kaptunk egy darabot, úgyhogy ezt nagyon jó, megkaptuk valószínűleg akkor ide hozzáadódott a többi, ez csak nekem már alapból volt egy pár, úgyhogy nagyjából így kell ezt készíteni. És nézzük meg még itt zárásként, hogy milyen csúnyaságok vannak így egy, így közelből, test közelből ezeket a szörnyeket, mert hát ezek rettenetesek, azt a rettenetesek ezek. Mekkora csúnyaság néz meg ezt a csúnyaságot, és az egész jól néz ki ez a szörnyecske, menjünk tovább előre, ne hallgassunk erőre. Nagyjából itt ilyenekre lehet számítani, és még van egy utolsó részleg. Ja, van nekünk még itt, ez a helyünk, ahol érdemes elvileg fejlődni. Hát itt ilyen nagy mamlaszok vannak, így de csúnya, azt a mindent, nagyon-nagyon csúnyák, azok is nagyon csúnyák, itt mindegyik nagyon csúnya. Hát ezek a mamlaszok, hogy néznek ki? Érdekes, mindenkinek ki van válva a szem, ő is. Hát ez a kározottak völgye, ahogy egész jól ki vannak dolgozva ezek a karakterek, viccen kívül ijesztőek. Tehát egyébként, hogyha a metint itt így, tényleg így közelről kellene játszani, és ezt kellene nézni egész nap, horror. Full horror. Úgyhogy így nézünk ki. Úgyhogy így állunk, hölgyeim és uraim, ez volt a kárhozottak völgye, itt gyakorlatilag ezt tudjuk csinálni, továbbfejlődni, valamint húzni a kárhozottak, cuccainkat, gondolok itt a palrosra, vértre, sisakra, meg a pajzsra. Ugye benéztem, én tovább húztam a, a vértemet, mint kellett volna, úgyhogy erre nagyon figyeljetek, mert itt ugye, hogyha 100, 315 öt beütitek, akkor ne húzzátok automatice tovább, ész nélkül, gondolkodás nélkül a cuccaitokat, mert akkor úgy jártok mindén. Hát a varázsból vagyok kénytelen itt fejlődni még egy-két szintet, de mint láttátok, azért egész jól elbírtam, nem volt ezzel semmiféle probléma. Úgy látom, hogy az XP is nagyon-nagyon jól jön. Nekem személy szerint nincs okom a panaszra, Úgyhogy meglátjuk majd a következő videóban, amikor már tovább jutunk, és mesélek, hogy mi az utólagos tapasztalatom erről a pályáról, akkor lehet, hogy majd kiderülnek itt a dolgok. De egyelőre hm, nekem szimpatikus tetszenek a szörnyek, és kicsi a map. Ö, három darab boss is van elvileg itt. Azokat most sajnos nem láttuk, úgyhogy meg vagyok ezzel elégedve. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, like ha nem tetszett, akkor meg gyere el TikTokra, hiszen ott szokott menni mindig a stream, ugyanígy Streams Rooster néven megtalálsz ott, azt gyere oda kommentbe panaszkodni. Következő videóban találkozunk. Addig is, halló, halló, halló.